Délelőtt óta tárgyal az LMP frakciója és választmánya a párt jövőjéről, miután a hétvégén Siffer András bejelentette a távozását a parlamenti frakció éléről. Ma biztosan nem választanak új frakcióvezetőt, sajtóértesülések szerint azért, mert eddig senki sem vállalta el a pártban ezt a posztot. Korábban több politikus is azért jelentette be távozását, mert szélesebb ellenzéki együttműködést szerettek volna, mint amilyet a frakcióvezetés elképzelt. Milyen a hangulat a Siffer Andrásnak? Mosolygott, sírt, nevetett. Én amikor kijöttem, akkor mosolygott, úgy láttam. Ez volt a legtöbb, amit az LMP távozó frakcióvezetőjéről megtudhattak az újságírók, illetve azt, hogy nem szakad a frakció. Nem lesz frakcióvezető választás a mai nap. Azon igyekszünk, hogy ezen a mostani helyzeten minél értelmesebben legyünk túl. A mai nap a magyar demokrácia fekete napja. Siffer András a hétvégén jelentette be, hogy lemond frakcióvezetői és pártbéli funkcióiról. Akkor azt mondta, azért, mert az ellene irányuló támadások, illetve a kiszivárogtatások miatt úgy érzi, hogy a bizalmi légkör megroppant körülötte. Alkotmányosság helyreállítását célzó. A múlt héten Siffer András nagynénje nyílt levélben fordult a politikushoz. Siffer Anna azt kifogásolta, hogy Siffernek Gyurcsány és MSZP fóbiája van, és szégyent hoz a családra. Az LMP-s képviselők karácsony előtt a parlamenti sorompóhoz láncolták magukat. Siffer András akkor nem volt kint a Kossuth téren. Folyosói pletykák szerint talán nem véletlenül. Az utóbbi időben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy jelentős véleménykülönbség van közte, és azok között, akik egy szélesebb ellenzéki együttműködést képzeltek el az LMP-ben. Az MSZP alelnöke szerint megkerülhetetlen az ellenzéki pártok összefogása. Nincs második forduló, ha az első fordulóban szembe mennek egymással az egyébként a demokrácia védelme ügyében, a köztársaság helyreállítása ügyében azonos nézetet valló pártok, akkor a saját sírjuk a társát. Sztrájkokra, népszavazásokra, és ki tudja még mire számíthatunk ezek után. Maguk vissza fogják még sírni a parlament melegét, tisztelt képviselőtársaim. Korábban Kaufer Virág LMP-s képviselő jelentette be, február 1-től lemond parlamenti mandátumáról, mert úgy érezte, többet tehet most az utcán, mint az országgyűlésben. Sherin Gábor is bejelentette, hogy nem tud őszinte hittel dolgozni pártjában, ezért a jövőben heti egy napot akar politikával foglalkozni, és ha pártja igényli, mandátumát is hajlandó visszaadni.